1991 óta minden évben ilyenkor szeptember végén, majd 27 éve október elején megrendezzük a Történelemtanárok Országos Konferenciáját. Így ez alkalommal, 28. alkalommal köszönhetem a jelenlévőket. Külön is köszöntöm közöttünk diákjainkat, akik hosszú-hosszú évek óta együtt tanácskoznak tanáraikkal, és ebben az évben csúcsot döntött az előzetes regisztráció alapján a jelentkező középiskolások és egyetemi hallgatók aránya, hisz több, mint a regisztráltak negyede a diákjaink közül kerül ki, úgyhogy már csak hagyománytiszteletből nevezzük Történelem Tanárok Országos Konferenciájának a rendezvény, talán bővítendő a cím tartalmilag feltétlenül. Konferenciáinkon rendszerint közérdeklődésre számot tartó, ugyanakkor a tanításban is fontos kérdésekkel foglalkozunk. Hát nyilván, ha egyszer történelem tanárok vagyunk. Csupán három példát mondok erre, találomra az elmúlt közel három évtizedből. Az első konferenciát választottam, és utána 10 évenként lépünk egyet, mikor, mivel foglalkoztunk. 1991-ben mi mással is foglalkozhattunk volna, mint a történelem tanítás és a rendszerváltás. 10 évvel később, 2001-ben, ugye ha jól számolom, ez a 21. század első éve, egészen szemtelenül az volt a konferencián témája, hogy visszatekintés a 20. századra. Ismét újabb 10 év múlva, 2011-ben pedig témán az alkotmány és történelem volt. Azt hiszem, senkit sem kell emlékeztetnem itt a teremben, hogy abban az évben és azokban a hetekben, hónapokban ez egy különösen időszerű téma. A sor természetesen folytatható. Valamennyi konferenciák témája, előadásai a honlapunkon tanulmányozhatóak. Idén témánk az Isten adta nép, nép és tömeg a hatalom szemzője. Hogyan tekintettek az egyes államok vezető személyiségei, királyok, elnökök, pártfőtitkárok és így tovább, valamint testületeik, törvényhozások, miniszterek, hatalmi elitek az általuk irányított, tőlük függő emberek sokasságára. Alattvalók szürke és csendes sokasságának tűntek-e szemükben, vagy éppen hogy bármikori potenciális veszélyforrásnak. Isten adta-e a nép? Csupán idézőjel? Vagy még úgysem? Hogyan alakult a tömeg, vagyis a nép és a hatalom kapcsolata? Miképp gondolkoztak egymásról irányítók és irányítottak, mit jelentett a hatalom tisztelete, vagy éppen az attól való félelem? S persze a kérdéseket hosszan folytathatjuk. Bízom benne, hogy némely kérdésünkre ma délután válaszaink is lesznek. S persze legalább annyira biztos vagyok benne, hogy újabb kérdéseink nyílnak ki. Ennek jegyében kívánok mindnyájunknak gondolkodtató, érdekes és tanulságos kutatást.